Tiszalök térségében még mindig magasabb a munkanélküliség aránya, mint a megyei átlag. A tiszalöki foglalkoztatási paktum és paktumiroda ezen az arányon próbál javítani. 2021-ig 152 főt szeretnének bevonni az elsődleges munkaerőpiacra. Ennek egyik legfontosabb feltétele, hogy a helyi vállalkozások igényeinek megfelelő képzésben tudja részesíteni a munkakeresőket. A munkát keresőknek az összetétele nagyon heterogén volt. Nyilvánvaló, hogy az alacsonyabban kvalifikáltak, ők többen voltak, ez meghatározott, determinált egy feladatot, először is az ő képzésük, vagy átképzésük, illetve ha ezen túl vagyunk, vagy egyáltalán megtalálni azokat a partnereket, akik őket tudják foglalkoztatni. És itt nagyon szoros együttműködés alakult ki, és ez nem is lehetett másképp a megyei kormányhivatallal, a megyei iparkamarával, a járási foglalkoztatási osztállyal, és hát természetesen a mi paktumirodánkkal. A foglalkoztatási szakterület az elmúlt évben igyekezett mindent megtenni a mutatók javítása érdekében. Sikereket értek el ezen a területen, hiszen a megyénkben 2011-ben 60 ezer fő regisztrált álláskereső volt, 2019. decemberében ez a szám már 23.600 főre csökkent. A koronavírus hatása érezhető volt a térségben, nagyon sok esetben a munkahelyek megszűnését jelentette. Ugyanakkor bizakodásra ad okot, hogy a regisztrált munkanélküliek száma csökken. A program nagyon jó és nagyon hasznos, hiszen már több száz munkahelyet tudtunk ezáltal támogatni, hiszen az a munkáltató, aki a TOP programon keretén belül regisztrált álláskeresőt visz ki, annak bértámogatást tudunk adni. Ez a bruttó bér és a bérterhelő jelenleg 15,5%-os szochónak akár 100%-os támogatását is jelenti különböző konstrukcióban. Én azt gondolom, hogy nagyon kedvező ez a támogatás lehetőség. A munkáltatók szerencsére élnek is ezzel a lehetőséggel, hiszen a keretek lassan kimerülnek a programon belül, hiszen közeledünk a program végéhez, és a vállalt indikátorokat is már tulajdonképpen a program előtt hónapokkal teljesítettük. A foglalkoztatási paktum törekvését a hatályos jogszabályi háttér is kedvezően befolyásolja. Szeptember 1-től ugyanis új szakképzési rendszerben tanulhatnak a diákok, hatékony képzésben és hasznos tudást biztosítva. Az új szakképzési törvény a nyugat-európai példákból indul ki, és vegyes képzést biztosít a tanulóknak.